nyár minden nyugodt látszata ellenére igen mozgalmas időszak az Őzek házatáján. Elsőként május-júniusban kezdődik az ellések időszakával, amiután a szoptatás boldog, de a suták számára megerőltető ideje érkezik el, hiszen a kis gidák az első hónapban van, hogy ötször is szopnak naponta. Ez azonban később lecsökken. Minden hónapban egy-két alkalommal kevesebbet kell napi anyai feladataiknak eleget tenniük, augusztus elejére pedig már alaposan el is apasztják legendásan tápláló, a kisgidák számára létfontosságú tejük elválasztását. Az augusztus a suták számára a rövid megnyugvás. A bakok részére azonban az igazi megmérettetés hónapja, hiszen ezekben a hetekben kezd emberi hasonlattal élve tombolni a szerelem, és teljes pompájában megmutatkozni az őznász. Az esemény nem olyan hangos és látványos, mint a szeptemberben sorra kerülő szarvasoknál, klasszikus őzbőgésről egyáltalán nem beszélhetünk, hiszen szemben a szarvasokkal, ahol a bőgés a szemben álló bikák számára fontos információkat nyújt ellenfelük testi adottságairól, az őzeknél a hangadásnak egyáltalán nincs jelentősége. Ennek ellenére itt sincs hiány a hímek közötti fizikai erőfitoktató akciókból és kemény küzdelmekből, melynek már a szándékát is jól jelzik a kapálást imitáló paták. Érdemes megfigyelni ekkor a vetélytársak agancsának formáját, hiszen fontos védelmi eszközről van szó, mely más szarvasfélékhez hasonlítva évről évre szebb és szebb formában fejlődik ki ismét. A bakok első életévük végére válnak ivaréretté. Ennek ellenére kicsi a valószínűsége, hogy többségük 3 éves kora előtt részt venne a szaporodásban. Ennek oka, hogy az őszbakok territoriálisak és kevés bak képes 3 éves kora előtt territóriumot foglalni. Az őszbakok március és október-november között aktívak ivarilag, de az üzekedési időszak július-augusztusra korlátozódik. A suták többsége 14 hónapos kora körül válik ivaréretté, de számos adat bizonyítja, hogy kedvező táplálkozási körülmények között ez már életük első telére bekövetkezhet. Minden esetre, bárhogy is jutnak el idáig, végül is megkezdődhet a tényleges őznász koreográfiája a bak és a suta között. Az eseményt követően ugyancsak egy izgalmas folyamat veszi kezdetét. Az új embrió fejlődése, ami egyedül az őznél nem folyamatos. Így az augusztusi nász eredménye csak jövő április-május környékén jó 300 nap múlva születik meg. De ez még messze van. A tücsökzenés nyári esték, a hosszú nappalok jövő évi, ismételt eljövetelével érkezik el.